Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, a szörnyi szemszögéből Evolve. Hát én előrendelem ezt a játékot, hát rohadtul bejött a beta, szóval nagyon jól ki van találva, és most hozok nektek egy kis szörnyjátékot, hogy lássátok ezt a szemszöget is, és mint említettem az első bemutató videóban, gyakorlatilag ebben a játékban, hogy megtalálja mindenki a helyét, mert ugye tud lenni egy intenzív csapatjáték, és ezért haverokkal nagyon fun game, tud lenni, viszont ugye egyedül is, hogyha éppen nincsenek a haverok, akkor beszállsz a szörnybe, aztán zúzol. És zúzol, de rendesen. És azt kell mondjam, hogy a szörny, hát nagyon hangulatosak, és azért a milyen szörnyek várhatóak, és a maguk változatossága, ugye beta alatt maximum 3-at próbálhatták ki, ugye a Krakent, ezt a Góliátot, vagy mi a Behemótot, és a Wraith nevűt, amit csak előrendelőknek járt, ami, hú, hát az nagyon pengé harcot, szerintem lökök fel egy olyan videót is, hogyha kíváncsiak vagytok. És hát akkor én is belevágtam a szörnybe, és sikerült lehoznom a csatát, pedig még gyakorlatilag be se értem a harmadik fázisba, mert ugye szörnyként, hogyha a harmadik fázisba érsz, akkor végrehajtatod a feladatot, ami egy bizonyos reaktornak az elpusztítása akarna lenni, de azt csak a harmadik fázisban tudod elérni, de addig el kell élni, úgyhogy ugye vadásznod kell, enned kell, és erősebbnek kell lenned, és akkor jöhet egy kis evolve, és akkor különböző képességei fejlődnek a szörnyek, de itt gyakorlatilag utolértek a vadászok, úgyhogy kénytelen voltam velük csatába szállni, és annyira hangulatom ennek a szörny csatározásnak. Itt próbáltam elmenekülni, de minden az utamban volt, és ugye a mobilis aréna már is elkapott, és akkor jöttek a csaták, csak nem számítottak, azt hiszem rá, de a szörnynek a tűzképességét az felfejlesztettem maximumra a sok játék alatt, és rohadtul erősen sebzett, és azt hiszem, hogy erre nem számoltak. Próbáltam ügyesen harcolni, szétválasztani őket, és elkapni egyet-egyet úgy egyedül önmagába. És itt is a lényeg, hogy a szörnyel azért egy stratégának kell lenni, meg kell gondolni a lépéseidet, és gyakorlatilag amíg el nem éred legalább a második fázis, addig jobb, hogyha mindig menekülőre fogod, és nem nagyon szállsz csatába a vadászokkal, mert ha egy kicsit tapasztaltabb vadászokat fogsz ki, akkor hihetetlenül nehéz, úgyhogy nem hogy csak az egyedüli játékban is megtalálod az örömet azzal, hogy a szörnyel vagy, de hogyha még szeretsz egy kicsit taktikázni, egy kicsit sunyi lenni, egy kicsit bujkálni, egy kicsit vadászni te is szörnyként, mert szörnyként is lehet vadász, akkor hihetetlenül megjutalmaz a játék ebből a szempontból, hogyha szörnyen játszol. És a szörnyek eddigi változatosságát látva, ráadásul különböző játék stílusokban is játszhatsz. Szóval ugye a Kraken az repül, árammal támadik, valahogy távolabbról lehet vele támadni a Wraith. A szörny például ugye az, hát ez teleportált össze-vissza, és zúzott mindent, akit tudott. Tehát így nagyon hangulatosra volt kitalálva. Góliát, tehát az meg csupa erő, tehát az üt egyet, aztán lemegy fele az életednek. És itt már ugye lassan egy kicsit semlegesítem, az igazság, hogy a tűz az nagyon-nagyon durván sebzett rajtuk, úgyhogy azzal sikerült leverni mind a hármat, és sietnem kellett, hogy megöljem az utolsó tagot, mert ugye gyakorlatilag ott az időzítőnek kb. egy perc és ledobták volna a következő hullámba a halott játékosokat, de hát hogyha egy ember van, gyakorlatilag szinte esélye nincs a játékosoknak. Volt úgy, hogy én is már annyira próbáltam bujkálni, de nem, akkor is elkapott a szörny, mert átmentem láthatatlanba, aztán amikor lement a láthatatlanságon, megtámadott egy szörny a környezetből, és észrevett maga a Góliát, aztán jött utána, úgyhogy nagyon-nagyon fasz ez a játék, ilyet fogtok még látni nálam. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!